Infórmalo, amigón. Na, ezt hogy csináljuk most? Jó kérdés, mi? A kampóval az egyik sinen? Van itt kampó. Várjatok egy picit. Van egy ötletem. Van egy ötlet, nagyon hülye ötlet lesz, oké? Oké. Takarodja faszba! Kibaszott gép, bazd meg! Á, kész vagyok! Nagyon durva, bazd meg! Durva mi? Durva mi? Portable pot. Ó, ez egy golyóban portable pot. Ami azt jelenti, hogy ezzel tudunk főzni bárhol. Ha alárakunk tüzet. Good. Na, és akkor most? Ezt se vettem. Az miért? Nézzük csak meg. Ó, erre kell tovább jönnünk a hideg felé, srácok. Itt kell, ha megtanulunk főzni és egyéb dolgok. Várjatok, erre nem lehet felmászni? Tudom, hogy hülyeség, de... Nem. Szóval, kludj. Ha is ott feláll egyen. Jó, felcsaptad a vizet, öreg. És akkor az a lényeg, hogy most megyünk a hidegbe, és akkor tüzet kell raknunk, hogy megmelegedjek. Ugye azt mondták, hogy fel kell mennünk a hegyre.
Igen, most már fázom. És akkor most kellene tüzet rakni? Vagy főznünk kellene, és akkor... És ez egyből főz. És akkor ide most így ilyen ingredienteket vegyek elő? Például a fire fruit. Scorching shimmer fruit. Hot weather attack. Grabs low level attack enhancement in hot places. De ez nem az. Akkor ez nem jó a hő ellen, ugye? És akkor ezzel el is használtam a... El is használtuk a faszomat azt. Shit. Ó, ott van egy... Ó, itt van egy állandó főzőke. Nem kellett volna elkúrnom. Rohadjak meg, bazd meg! És itt a csípős paprika, amiből kurvára a hőálló megálló készül. Basznám meg. Na, ezt most jól elkúrtam, de semmi baj. Ezzel lehet majd azt a cuccot csinálni, amivel jó sok ilyen cuccunk lesz. Az előző részben is a csípős paprikával lehetett ilyen hőálló cuccot csinálni. Captain Balu, Big Copy, Pimeik Máté, Patesz, nagyon szépen köszönjük, Elég Gordon, köszi srácok, köszi mindenkinek a támogatásokat, ez mi a faszom? Nem érdekel? Egyszer már volt? Szarok rá. És itt van egy ilyen állandó főző cucc. És akkor az azt jelenti, hogy itt ebből a... Mi ez? Jó, ez a sword. Fasz. Ötöt tartok a kezemben. Mindez ötöt megfőzzük. Ez azt jelenti, hogy ez 12,5 perc cold resistance-t fog adni nekünk, srácok. Ugye? Ugye? Ez pedig, és egy darab 2,5 percet ad. Nem volt itt fent semmi más, ugye? Mondom, a békához nem megyek le. Hogy nem maradt itt még csípős paprika. Itt vagyunk egyből a hidegben? Ó, várjátok egy picit. Takarodj, te jeges gecis kurva élet, nem érdekel!
Könyörgöm el, remélem, hogy erre kell jönni. Vagy ha más nem, akkor innen meg tudom nézni. Be a barlangba, mi? Legalább azokkal nem kell megküzdenünk. A barlangban, ha nincs hideg, az azért jó. Ha a barlangban nincs hideg, mert akkor nem pazaroljuk el a nagy töltetet. Nem, azzal a gigagenyóval biztos, hogy nem állok neki balhézni. Igen, a barlangban nincs hideg. Csúcs. Bombflower. A bombflower felrobban, hogyha tűzzel vagy elektromossággal van keverve. Állati. Ember. Jó. Hogy bassza meg a kurva élet azt a köcsögöt. Hát komolyan nem hiszem el. És akkor itt pedig felfelé lehet jönni. Zsír. Szarok arra buborékos kurva életre, ott rohadjon meg, ahol van. Az mi a tököm? Úristen, is egy nuni arcú, egy valami az. Ne szakurva anyád. Nem nagyon sebződött. Kap be. Ott vezet a felút. Nyomás. Biztos, hogy nem. Lehet, hogy a bombflowerrel tudtam volna jól megoldani, mi? Mindjárt megnézzük, hogy mennyire van hideg amúgy itt a barlangban, de szerintem ez viselhető így. Van egy ötletem. Like Stone. Elixirhez kell. Jó. Flame emitter. Jó. Ilyet már egyszer kaptunk. Na nézzük. Igen, itt most megint átmegyünk. Látjátok, a hőmérsékletet kezd átkanyarodni a nagyon rosszba. Úgyhogy most az a baj, hogy az egyetlen ilyen cuccom, az most már ez a nagyon durva. 12 és fél perces cumó. Nincsenek audio problémáim? Amúgy nincsenek, és szívesen elmondom, de mondom, hogyha ilyen technikai parára vagytok kíváncsiak, hogy milyen a teljesítmény, milyen a hang, ti ugyanazt látjátok és ugyanazt halljátok, mint én. Eddig nem volt egyébként, tényleg. Döglött hintaló, az, hogy nálam 4K kijelző, az semmit sem jelent.
az azt jelenti, hogy ugyanazt a zacskó chipset eszem, mint te, csak merőkanállal. Jó, nem? Ez butaság. Ez egy jégtömb, ugye? Úgyhogy erre nem tudok felmászni, igaz? Nem. Sajnos nem tudunk felmászni, úgyhogy valami lesz itt, amit csinálni kell. De nem tudom, hogy mi. Most hogy fogjuk megoldani? Nem is baj, hogy megettem ezt az iszonyítatos... csípőszószt, mert így... mert így van időm gondolkodni valamennyi. Pontosan 11 perc. Ott nézzétek, azon a kő részen ott amúgy fel lehet mászni. Itt fent van egy boss fight, azt tudjuk. Ez egy láda, ami meg van fagyva. Szóval, ha én itt most így tüzet csinálnék, akkor ez kiolvadna, srácok. Csak kellene mellé fa, hogy égjen, igaz? Van egy ötletem ezzel kapcsolatban is, csak ez el fog menni az időnk, nem baj. Nem lehet három dolgot összeragasztani, srácok? De lehet, csak rosszul csináltam. Ez így nem fog megállni, igaz? Francba már, nem már! És ha kitámasztanánk... Na, várjatok. Ez két boss, srácok. Ez egy lila láda. Nem lehet kinyitni csak akkor, ha megöljük őket. Ha.
Itt van, nézzétek. Oké, okay. Nem volt rossz. 200. Ó, basszus kulcs. Valami van most. Ó, bazzeg. Igen, ez így nagyon nem volt jó. Bakker a csém. Nem is lesz annyi hírünk. Megeszem ezt is. Nem lehet. Az a baj, nem lesz, mit együnk. Ettől féltem nagyon. Könnyű! Lement a HP-nk is. Elmúlt a... Ó, ne már! Ó, srácok, basszus, ez most nagyon nagy szívás. Elkenszelődött a cold resist, mert megettem a híles kaját. Ne már! Ne már! És akkor ilyenkor, hogy bírunk tovább? Hogyha itt most meghalunk. Nem tudom, hogy hol lehetett a last save, de biztos, hogy nem a felmászásnál. Aha, itt volt. Nem is rossz. Nem is rossz. Na mindegy, lényeg az, hogy akkor kihagyjuk azt a két bosst most, meg azt a ládát egyelőre. Hasonló módszerrel megpróbálunk feljutni ide, ahova jönnünk kell, legalább a shrine-t mindenképp meg tudjuk csinálni. Hát ehhez is kell szerintem három minimum. Ez az. Oké. Megpróbáljuk ide tenni, hát ha nem borul fel. Felfog. Ó, nem. Pont betámasztottam. Te durva. Csípes paprika. Az mondjuk jó dolog. De hál' Istennek jót főztünk eddig. Ó, de itt tudunk még főzni vele. Szuper. Máshol nem találunk csípős paprikát még? Mondjuk itt a shrine. Nézzétek, ott lehet magasabbra mászni. Ott nem tudom, mi lehet bent. Mit akarsz? Mit akarsz a geci? Ez az? Na, várjatok egy picit. Ide fel lehet menni, nem? Bocs! Majdnem! Kicsit bemértem. Valahogy... Így? Ez így jó lehet. Mindjárt megyünk a shrine-hoz, csak itt van valami. Ugye a Zelda mindig erről szól. Az ott mi?
Ó, ez egy dispenser, és egy láda van itt, meg tűz. Erre kell majd tovább jönnünk. Hideg ellen védős vastag nadrág. Yes! A bundás kurva élet! Yeah! Nem minden biztos, hogy elég paprika nélkül. Így, de ez kell. Mert ugye úgy volt az előző Zeldában is, hogy a lezárt részeknél voltak olyan ruhák, amik bírták az időjárás, de ez már kurva jó, mert látjátok, mennyire lecsökkent a cucc. Ez a Gutenbach Shrine. Nézzük. Oké. Okay. Lehet, hogy ide elég csak a gatyó, mert azt néztem én is, hogy pont annyit csökkent a hőmérsékleten. De meg lehet találni a felső részét is, és akkor a durvább hideg helyre is be lehet majd menni. Na nézzük, mit tanulunk most? Ja, eddig volt a Fuse, meg a Bassohand. Elvileg az maradt az előző, de nem tudom, Douglas Indol, hogy ez mikor jön. Ascend. Move upward through solid material and emerge on top of it. What? Mm. Ezt pontosan hogy kell értelmezni? Hogy így... Hogy így a falnál? Mentek a picsába. Wow! És csak akkor, ha van fölöttünk valami. Stone Axe. Nice. És akkor itt most, ugye, itt most ilyenkor le. És akkor így pedig akármilyen vastag. Wow. Betharok benne. Nézzétek csak!
Érdekes. Bocsi. Most jön a gebasz, mert az már zöld, azt tudja, hogy nem lesz jó, mi? Aha. Túl magasan van az. Tehát akkor ez pedig mozog. Mozdulj! És meg vagyunk. Yeah! Konkrétan úszik a kőben. Kaskó, nagyon köszi a 70 hónapot. Kispite és Ivett, nagyon köszönjük neked is. Skip, mert itt csak megkapja a bogyót. Oké. May the blight! Persze. Amúgy light, nem blight, de tök mindig. Oké, okay, ez megvan. Akkor most elvileg lesz majd még egy. Még van cold resistünk, ugye? Ott a Temple of Time mögöttünk. Most már kinyílik a templomajtó. Zsír! De nem is baj, ha elmúlik a hidegbaszás, mert... ó, és akkor látjátok, ez az egész fakúrás, amit csináltam, ez felesleges volt. Mert alulról ugye felülre belebaszunk. Szóval, hogy hát így. Értedek? Szerintetek a fa tetejére ki lehet jönni? Vagy ezek már ilyen perverziók, és hülye vagyok, ne gondolkozzak ilyeneken. Uram, Isten, Hyrule fölött mindenhol van ilyen szar. Bömmög. Amúgy, igen. Srácok! Az mi? Az mi? Igen! Itt több ilyen is van. Oké, ott van fent dispenser. Ezt megnézzük, hogy mi az ott fent. Ezt majd megnézzük, hogy ez micsoda. Ezt akarom megnézni itt, hogy azt mondja, hogy... Igen, ez így lesz jó, mert akkor, hogyha ide leteszem... Igen. Akkor ide felmászunk, és innen már tudunk összeállni. Így. So night charge. Elképesztő, hogy mekkora terek, és mindenhol oda lehet menni, mert hogy... Mert hogy Zelda. Beszarok. Wing. Ó, ez is ez dobozos wing. Mondom, ott lent is map van, az a kis narancsára kör látszik. Jézus. Szörnyi. Kár, hogy lefelé nem működik ez a cókmók. Esküszöm, azt hittem, hogy pont a lyukba beleesek, és így dead. Az elején meg van magyarázva, Corvus. Ezt már megtanultuk, hogy kell használni. Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na.
Erre van szó. Whoops! Próbáljuk ki ezt a winget. Szerintem ez egy ilyen... Hogy... Hogy ez hogy? Meg kell ütni? És akkor fog menni? Nem. Nem. Beszéljünk vele. Majd elmondja. Hülye vagyok. Láttam az előbb, hogy itt van. Rá kellene ugrani felülről? Esetleg? Hát nem innen, de... Ez fáj? Nem. Lehet, megpróbálom. Csonti, köszi szépen a csírt. Locókkal nagyon szépen köszönjük. És akkor így megindulna. Ez a harang, jó. Vagy tudjátok, mit lehetne még csinálni? Hogy így... Nem ezt? Ezt talán, és így megfogni, és így... Jaj, hogy ez... Beakadt. A kurva jégcsap miatt nem lehet, hogy a f***ele. Jó, semmi baj. Hűha! Hűha, bazd meg! Hűha, bazd meg! Hűha! Mint a papírrepülő. Bazd meg, tud kanyarodni, hogyha kimész a szárnyára! És hogyha hátra megyek, akkor meg emelkedni tud, bazd meg! Nincs ilyen... Ne! Semmi baj, semmi baj, semmi baj. Már jók vagyunk. Már jók vagyunk, már elég. Már elég volt. De igen, lehet vele. Lehet vele, srácok. Lehet vele kanyarodni meg minden. Eljutottunk odáig, ahová kell. Be szarok. Szuper! Csonti, még egyszer köszi szépen a csírt. És akkor elvileg most már kinyílik ez az ajtó. Sigismund Rex, köszi szépen neked is. Na végre megvan a cast. Az anyámat, mekkora bab! Egy olyan cucc volt Zeldánál is, mikor eltűnt a kezében. De volt Douglas Intaló. A nagy ugrásnál.
Zelda? Hát te meg mit nyomsz itt? Igen, a Demon King-nek a fejébe is volt ilyen cokmok. És akkor a nyakában ott felvilágosodik a cucc. Igen. Akkor Zelda ide került, amikor zuhant és benyomta a bogyót? Valahogy? Recall. Reverse an object's movement until it's go back to where it was. You can stop the reverse movement at any time. Tehát ezzel vissza lehet forgatni egy adott tárgynak a mozgását, mintha az időbe visszamenne, de maga a tárgy, amire rányomjuk. Oké, láttam, hogy mit kellett volna csinálnom, csak azt hittem, hogy ezen az oldalon. Bocsász. Már is. Mint a kard. Ahhoz... Van még egy shrine, és azzal megszerezzük a negyedik cokmokot, és akkor a szobornál be lehet váltani, srácok. Nézzétek, lehet most már fast travel-ölni, ugye? És ott van a shrine. Megcsináljuk, aztán vissza tudunk ide jönni, és akkor a szobortól tudunk kérni még egy HP-t, és akkor ki tudjuk nyitni az ajtót. Motherfucker! Nagyon tetszik. Nagyon-nagyon-nagyon. Travel. Travel!
Ezeknél a szobroknál kell. Okay. Ez így már okay. Köszi neked is, Zsugás. 20 plusz pár centi, nagyon szépen köszönjük. Peter Arnold, neked is nagyon szépen köszönjük. Szóval itt vagyunk a Great Sky Islanden, ugye, ahol kijött a cok... Mok? Lehet visszamenni, jó? Most megint meg kell csinálnunk majd a nagy ugrást. Ja, ugye? Legalábbis nagyon reménykedem benne, hogy ide kell jönnünk, nem? Szerintetek itt lesz lent, vagy visszább kellett volna mennünk ott, ahol ott fel azon a pörgőszaron? Várjátok, van egy ötletem. Visszább? Biztos, hogy a pörgősön? Oké, akkor nem gond, mert akkor vissza fast travelölünk ide, és akkor oda megyek. Mert akkor a pörgőn fel visszább, igen, mert lefelé más van. Yellow Falcon, köszi szépen. LP Mike, nagyon köszi, 69 hónap volt. Tökéletes, tökéletes. Oké, de nem tudunk felmászni valami miatt, mert egy linkek kacsög. Na, de hülye vagyok. Nyilván! Igen, tehát ez most visszafelé mozog. Tehát, hogyha erre rányomnám a faszpörgetyűt, akkor ez eleve jó irányba mozog, ugye? És ide fel tudok menni, ide. Yes, man! Agyban kell tartani ezt a fölöttem lévő dolgokon, át tudok úszni. Oh, itt a rejtett shrine! Zsír. Mit akarsz? Nem akarom. Oké, irány a shrine. Kicsi loading, pöti. Na nézzük, lesz the ability to... Jaj, itt kell a rewindot használni. Várjátok. Hey. És akkor itt a víz is visszafelé fog folyni, srácok. Rip. Köszi, Master Ripa, és köszi szépen a shield. Innen oldalról könnyebb dolgunk lesz. Több fokkal is.
Così si prova sul circo. Most a vízesésen vissza, és utána szerintem a felbaszót? Nem, fel fog menni. Wow! Hát ez állati, ez állati. De mindenképp mindkettő mozog. Furcsa, nem? Látom már. Látom, már akkor kell elkapni. Így. Megvan az utolsó light. The coin, köszi szépen. Bizony, mint az ágyba, aki. És akkor megvan a negyedik. Kert. Most már egyel több lesz az erő. Light of Blessing. Most kiteleportál minket innen a dungeonből, és akkor elvileg ott... Igen. A... Itt valahol itt lesz a kiút. Vagy fast travel, de nem, mert csak a shrine-oknál lehet, és amellett nincs. Itt valami másfajta leút lesz. Vagy van doboz a szárnyunk. Akármilyen hülyén hangzik. Nem, nem, ezzel kell mennünk. Kemény lesz. Félek! Bazd meg! Kicsit magas, nem? A vízbe elég lenne beleesni, de...
Azt nézzétek meg, mik lesznek még itt. Jesus. Hát... Próbálok olyan mélyrepülésbe menni, amilyen mélyrepülésbe csak tudok. De ez nem a map, srácok. Ez a fenti rész. Mi volt ez? Mi az a villanás? Miért villog? Miért villog? Fasza! Kurva jó volt. Tehát mindenhová tud, oldalra, előre, hátra, és ami köszönjük, Dr. Strange. Tényleg. Köszi. Csak előre nem tud menni. Tehát akkor így hátrafelé lehet pörögni? Vele. Mert amúgy akkor egyből le tudunk ugrani róla, és akkor az úgy még faszább. Mert akkor a templom mellé be kéne zuhanni, nem? A vízbe az csá, innen fentről. Azt onnantól kezdve kakilóka. Nem? Szerintem az simaliba kéne legyen, nem? Teszt! Állati. Működik! Hun Hunter Hun, köszi szépen. Erről van szó. Na és akkor elvileg most ki tudjuk nyitni a baszó ajtót. Mindjárt kiderül. Most ugye megint vissza, ilyen visszaforgóval ott középen át kell mennünk, ami tök zsír. De azt már tudjuk, hogy kell. Szó. És most... Pré! Akkor most kapunk egy plusz szívet, és akkor reméljük, az már elég az ajtó kinyitáshoz. Ha minden igaz. Hát, ha most. Éppen elég volt. Hajrá, Lannisztus, hajrá, hajrá. Igen.
Sniper Duck, köszi szépen. Ah, good. I see you have managed to open the door. You haven't fully recovered yet, but that is to be expected. You were almost beyond saving. By visiting the shrines and receiving their blessings, you have mitigated some of the corruption's effects. Though our time together has been brief, I am so happy that we finally met. You are exactly as Zelda said. I've done everything I can for her. Now it is up to you. Pontosan mit kell tennünk, hogy megmentsük? Megbaszni a Demon Kinget. Gondolom. Meg kell találnunk Princess Zeldát. Elképeszte ez a felhők közötti királyság maradvány, maradék. Mi a tököm? Kard, ami eltört, a szétmarta a cucc. Visszafordul az idő. Visszaküldte a kardot az időben? Ott az a sárkány izé. És ez itt lent Hyrule. Igen. Ez bizony Hyrule. Pontosan mit vár tőlünk ez a videójáték? Azt, amire gondolok?
Okay. És ez a régi map. Ez alatt a... Beszarok bánt meg. Lehet szekeret építeni? Uh-huh. Cimtom, köszi szépen közben, és Lannisztus, köszi a 77 hónapot. Ha itt már látok eleve shrine-okat is. De durva itt. Uh-huh. Igen. Nekivágtam volna a kocsi építésnek más körülmények között, srácok. De most nem tettem. És akkor gondolom, hogy valahogy a sárkány fog vinni egyik helyről a másikra. Itt egy barlang, mert most nem oda kell mennünk. Hanem oda ahhoz a toronyhoz. Elméletileg. Érzem úgy, hogy Zelda ott van. Ez olyan, mint a csak nekem kezdődő mondatok. Kurva irritáló, bocs, de ez van. Muszáj volt megkérdezem. Futás! Ez nem vicc! Fúj, bazeg, az nagyon nagy! Nem kell! Fúj! Az egy gigavad malac. Ez itt egy város? Hát igen, Hyrule-ban ismernek minket. Hát az égben voltam, de ne kapjátok túl. Most kell megkeressük őt. Lookout Landing. Srácok, szerintem így első belekukra, mert nem merek egyszerűen tovább menni, mert itt maradunk egész nap, és tudjátok, hogy milyen szűkös a mai időnk. Nem tudom, hogy mit mondjak. Mit akartok, mit mondjak? Hm? Mit kéne mondjak? Erre. Hm? De most tényleg. Hm? Mondjam azt, hogy nem már, de elég jól néz ki. Hát, ezt nem mondom inkább. Ez fura. Zelda ez, srácok.
nyilván függ attól, hogy még mi fog történni, de hogyha a Breath of the Wild-ot veszük alapul, akkor a semminél is kevesebbet láttunk ebből a játékból. Állati. Egyszerűen állati. Egyszerűen állati. Iszonyat durva, hogy mennyire túlzásba viszik most is. Elképesztő. Elképesztő, hogy sikerült megint, és hogy mennyire monumentális, epikus, és mennyivel több rétege van, és még nem is láttuk az összes képességet, meg az összes dolgot, amit lehet csinálni. Nekem baromira tetszett. Remélem, hogy nektek is. Én igyekeztem, hogy legalább ez a belekukkantás meg legyen akkor is, ha ilyen elbaszott ez a nap. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek, remélem, hogy élveztétek. Este jön vissza Jani. Okvetlenül, ami állat lesz, meg még hétvégén is lesz stream, úgyhogy még sok minden várható egyébként. Figyeljétek az applikációt, mert abban mindig látszik, amikor valami új dolog történik. Addig is legyetek jók, részemről jó hétvégét, szevasztok!